esett, kedves nézőink, itt van újra a hashtag Bocskor, és még mielőtt elfelejtenem a műsor végén, nem Jakub, se Gabi plusz a következőben új trükkös, csak azért mondom előre, mert a végén el fogom felejteni vendégeim. Risto Vévi. Jakub, se Gabi. Kárász Robi. És Dombóvári István. Dombi. Üdvözöllek benneteket. Ez egy higgadtabb társaság, intellektuálisabb, emelkedettebb, mint sok más társaság, de ezért, nem, ezért bírom, ilyen hogy egy, ennyire vegyes, igen. És kimész, hogy igazam legyen? Akik tulajdonképpen jól ismernek engem, azok pontosan tudják jól, hogy jó szívű ember vagyok, és mindig gondolok mindenkire. Tudom, hogy túl vagyunk húsvéton, de ugye előtte nem találkoztunk. Gabriella. Hát ez egy őrület. Alig várom a... Várja, hogy összenőttek. Köszönöm, Robi. Köszönöm szépen. Ne, Robi, nekem de. Is. Neked de helyes. Adtam bele pár poént is. Elhozta az összes poént. Fel tudsz használni. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Rakod bele nekem pár poén, mondjuk ide... nem tudom, honnan ismerte fel őket, de köszönöm szépen. Ez jól esik tényleg. Igen, de nem akar megállni a tojásod, Robi. Azt én is olvastam. Én is olvastam. Én nem öröklök tőled ilyeneket. Dombi, összerakjuk a miénket? Ezek a... Jó, szeretnéd? De akkor már összesen négyen vagytok. Így. Nagyon, nagyon helyes. Tudja, hogy a Kárász... És te mindig ilyen figyelmes vagy? Csak igen, húsvétkor. Ez engem is érdekel. Nem, már máskor is voltál, Robi. Nem, máskor is. Szerintem emelembe árulja ez, tuti. Én akárhányszor itt voltam veled, te egyrészt vagy a Bocskornak hoztál ajándékot. Igen. Igen. Vagy ez csak a Bocskornak hoztál, de hogy most még mi is kaptunk. Máskor is. Hát én mindig szoktam valamilyen különlegességgel, ami ugye szeretet a szívemből jön, kedveskedni ugye a környezetemnek. Nem, én mindig a Robitól nagyon kedvesen veszem ezeket, és valami, és lehet, hogy bennem van a hiba, de mindig a hátsó szándékot keresem. Már hogy utána kérek kölcsönpénzt? Nem tudom, tehát nem tudom, hogy hova akarsz kiukodni, vagy téged szponzorál a nem tudom, Baby Boy táska, nem, vagy... Nem. Tehát, hogy valami hát, tudom, de lehet, hogy ártatlan vagy. Még egy óra szponzor se jelentkezett, miután egy tudom, igen. Az órámat. Az nagyon-nagyon sajnálhatod is. Na jó, hát nagyon köszönöm, Robi, tényleg. Előbb-utóbb revidiállak magamban, csak még próbálom összerakni a kárászképet, jó? De a puzzle még egy picit szét van szórva, de majd összetoljuk, jó? Összerakjuk. És még lehet, hogy végén rendes emberként jössz ki. Ez az öröm kárász életű volt, úgy látszik. Emlékszel, hogy hol találkoztunk legesleg először? Nem. És elmondhatom? Igen. Nem lesz olyan. Kérlek szépen, abszolút vállalható. A egyik nagy fesztiválon voltunk rendezvényen mind a ketten, külön-külön. Te éppen nyomtató cégnek a patronját reklámoztad. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól csinálta. Tehát, hogy emlékszem. Az volt a feladat, hogy egy patronból hány képet lehet kinyomtatni, igen. Oda vonzotta a fiatalokat, mindenki fotózkodjon, és nagyon jól csinálta. De hogy milyen sokrétű a mi kollégánk. Nem, nagyon. Hát és rá fogtok csodálkozni, mennyire az egyébként. És azt mondod, hogy jól csináltad? Ott állt egy nyomtató előtt, és úgy jöttek ki a képek, és a Robi úgy jól mutatott? Vagy szóval mi, hogy lehet ezt jól csinálni? Nem, maga a feladat volt, ugye ez egy sokrétű dolog. Jól kellett dumálni, szimpátiát kellett ébreszteni, valahogy összejött. Na, ez a része ugye nekem nem megy nehezen, mert ez természetes nálam, ugye szimpátia építés. Sokat felejtettél. Megváltozott a világ, maradjunk annyiban. Hát a tényleg nem tett jót senkinek. Hoz egy ajándékot, és eleve egy szeretettel fordulsz felé. Én örültem. Tudom? Igen, amúgy de... azt hiszem, hogy ez a cég soha többet nem kért fel tényleg munkára. Valószínűleg annyira elégedett volt, hogy úgy gondolod. Lehet, hogy eladtak mindent utána. Igen. És csődbe is ment. Na, Dombi, most egy picit rólad fogunk beszélgetni. Ez jó. Mi ez az ATM Boy, vagy mi van rád írva? ATM Boy? Nem, igen. Az Imály Linda, nem. Nem tudom, nem annak olvasod? De tényleg az van rád, nem? Á,
ATM boy. Az a durva, rajta minden máshogy néz ki. Van egy olyan pólóm, amin egy kör van, de ha én felveszem, akkor konkáv lesz. Igen. Szóval az a helyzet, hogy divat kérdés. Felvettem, mert ez volt tiszta. Én nem tudom. Tudom, egyszer már beszélgettük. Igen, te vagy a divatember. Tehát én azt hiszem, én azt látom, hogy takarjon, te meg keresed a motívumokat. Csak elolvastam. Ami betű, azt elolvasom. ATM boy. Egyébként az beszédes. Ennek néztem volna. Én akartam adni egy dízelpólót, de nálam benzines minden, úgyhogy én ezt visszautasítom. Na, Dombi adott egy interjút nemrég a Best magazinnak, és többek között ezt mondta, idézném, egy dolog nem jött össze, minden más, igen. Azt gondoltam, 40 éves koromra 3 gyerekem lesz, és velük játszom majd, imádom a munkám, úgy érzem, rengeteget dolgoztam azért, amit mára elértem. Tenyerén hordoz az élet, de a család hiányzik. Egyébként tényleg minden álmom megvalósult, amit a kis kazettás magnóm mellett, a fekete-fehér tévé előtt ülve elképzeltem magamnak. 88-89. Oda datáltuk, hogy mi mehetett akkor volt, igen. A fekete-fehér tévében, amit téged úgy megragadott. Tehát volt ugye volt még a parabola az árkussal? Hogyne. Akkor szeszélyes évszakok mindig volt. Igen, Antalin. Hofi volt még? Nem. Volt. Akkor 89. már nem szerintem. Szilveszteri műsorai voltak még. Tehát akkor amúgy Déri János ablak, és mondjuk Magnum. Tehát, hogy... Az később... Az Onidyn család, mikor lett vége? Á, na, jó, 78-ban. Az, igen. Én azt hittem, hogy annak is sokkal később volt vége. Tehát hogy milyen fekete-fehér képek vagy hangfoszlányok a kis kazettás magnódon maradtak meg benned, amik elindítottak a pályán? Tehát mi volt az, ami miatt azt mondod, hogy megvalósult az álmom? Te, mint kifinomult televíziós szakember, értetted, hogy ez tulajdonképpen... De fogadd el, végre valaki kimondta. Hogy a kazettás magnómmal és a fekete-fehér tévémmel én egy korszakra utaltam, tehát nem a technikai vívmány volt itt az érdekes, hanem annak idején az én gyerekkoromban, nyilván ezt mindenki máshogy éli meg, és ez nyilván egy kori sajátosság, volt a televíziózásnak, mint nézőként egyfajta plusz exkluzivitása. Oké, tényleg csak két csatorna volt, és azt nézte mindenki. Ez tény, ez így van. De azért ők családtagok voltak, őket vártuk. Én imádtam Antal Imrét, hogy műsorokat vezetett, imádtam, hogy minden nyelven beszél, hogy élő műsorokban mindenkivel tudott beszélni saját nyelvén, aztán ő maga leszinkrontolmácsolta. Igen. És valódi tehetségek voltak, és engem nem érdekel, hogy 2 darab hungarocellből volt a díszlet, engem nem érdekel, hogy innen-onnan összevágtak dolgokat, és a parabolába azt néztük, és abban a műsorban raktak először egyébként melleket. Az igaz. Ezt várta mindenki. A szuperbóla volt, igen, az volt az év végén a szuperbóla. Parabola volt havonta, egy ilyen összegzés, ami ma már ez mindenhol van, Last Week Show, Daily Show, Tonight Show, akármilyen show. Szóval volt valami olyan kedves életkiterjesztése az egésznek. És nálunk akkoriban még nem volt ez a duma, hogy aki tévézik, az nem olvas és fordítva. Nálunk ez szépen mellette ment. Olvastam sokat, és tévéztem is. És ahogy én néztem, én mindig azt képzeltem el, hogy én is szeretnék majd egyszer tévében dolgozni, tévéműsort csinálni. De mi akartál lenni? Tehát tévézni akartál, tévés akartál lenni, műsorvezető, esetleg humorista, hogyha Hofit vettük itt alapul, vagy egyszerűen csak híres? Nekem először Gál Völgyi János tetszett nagyon. Láttam benne azt a bőrleszkes és azt a szomorú kettősséget. Aha. Ahogy megcsillant az, hogy van egy drámai színész, aki tulajdonképpen humoristaként lett ismert, és valószínűleg ez élete egy egyik nagy dilemmája, amit el is szokott mondani egyébként, amikor olyannyi van és bevallja. Aztán később pedig Fábri Sándor személye, az ő fura, sokaknak agresszív és rideg megnyilvánulása, de ő is egy tévés jelenség. Ezek a sok kis Tetris kockák egymásra rakódtak, és akkor az ember így biztos, én biztos voltam benne, tehát én ezt úgy elképzeltem magamnak. Most én arra vagyok kíváncsi mindannyiótokkal kapcsolatban, hogy amikor arra a pályára léptetek, amin most vagytok, akkor abban az időben ki volt az az idol? Mondjuk nálad ugye elég egyértelmű, igen. Sokszor el is mondtad. Igen, én Egerszegi Krisztián miatt kezdtem el úszni. 5 éves koromban találkoztam vele, és a személye, meg az, ami ott fogadta őt Hódmezővásárhelyen, az a több ezer ember. Tehát nem a karcsapása volt, ami izgalmas hát volt, nem ahogy kijön a vízből. Szerintem mindenki emlékszik arra 200 hátra, amikor a Vitrai Tamás azt mondja, hogy gyere kicsi lány, meg lesz.
és valószínűleg gyerekként ez megmaradt, életben találkoztam vele, és én 5-6 éves koromban azt mondtam, hogy olimpiai bajnok leszek. És én olyan olimpiai bajnok szerettem volna lenni, amilyen ő. Ami sikerült is egyébként, hát nyilvánvalóan. Nem kicsit, picit hosszabbat úszott. Igen. Én azért úsztam 10 kilométert, hogy 2 órán keresztül lássanak az emberek. Yeah. Én egyszer találkoztam Megérszegi Krisztinával, tök érdekes meglepetés volt, nem számítottam rá, fellépésen, közönségben ott volt a párjával. És szünet volt, és akkor ismertem meg arcra, amikor jöttek vissza. És láttam, hogy szalomoznak az asztalok között. És annyit tudtam mondani így már fenn a színpadról, a mikrofonnal, hogy gyerünk kislány, már csak néhány méter. És a jót nevettek rajta. Gabi, nálad? Itt én évekkel idősebb vagyok a pályakezdés tekintetében. Én soha nem akartam televíziós lenni, szemben azt hiszem sokakkal, tehát soha. És teljesen véletlenül kerültem oda, és Kepes András volt az, aki miatt én nem oda kerültem. Női, nem. Hát akkor ugye nők nem voltak nagyon. Nők. Nem, tehát bemondóként, hát igen, voltak nők, azért legyünk igazságosak, a bemondó nők voltak, és voltak nagyon jó riporterek. Ez a műfaj nem létezik, ma már nem létezik. Nagyon jó riporterek, mint Szegvári Kati például, uh-huh. Tehát azért ezt tegyük hozzá, tehát Szegvári Kati azért, mint riporter talán az egyetlen nő volt, aki ilyen kiugró volt. De inkább ezt a fajta komplexebb jelenséget a Kepes András személyisítette meg, és tulajdonképpen én neki köszönhetem, hogy én televíziózzok, úgy igazából. Nálad nehéz lesz ez a kérdés, Robi. ettől féltem, hogy nem hagysz ki. A te utad nem volt ilyen egyenes. Hát most se az. És még most is keresik. A Mátrixon át a tintasugarason a lézerig. Igen. Nem, hogy ma volt egy nehéz beszélgetés a főpolgármester úr a patkány ügyben, ugye? De több témát próbáltunk érinteni, igen, de nem volt könnyű. Nem volt könnyű. És ezt a riporteri bravúrt, ezt sikerült végül is véghez vinned? Hogy már melyik részre gondolsz? Azt, hogy amikor ő kényelmetlennek találta veled szemben ülni a helyzetét. Az volt egyébként, akkor ennyi kulisszát áruljunk el, hogy azok a fotelek amúgy tényleg nem kényelmesek, de úgy próbálják kényelmesebbé tenni a vendégek számára, hogy beletesznek egy relatív vastag párnát. Hmm. És ez a párna ma reggelre eltűnt. Aha, itt ezért a dombi alatt. Ezért... Ült holnap. Tarlóstól vettétek el, úristen. De nem, a főpolgármester úr előtt lévő vendégek is megegyezték, hogy mi van ezzel a fotellel, olyan kényelmetlen, de ők legalább nem adásba. És akkor lement a bejátszó, hogy ugye felvezessem, és köszöntöm a stúdióban Tarlós István főpolgármester. Jó reggelt, jó reggelt. Miért ilyen kényelmetlen itt ez a fotel? Erről azt hiszem másfél percet beszélgettünk. Na, visszatérve, ugye egy időben te, hogy is mondjam finoman, picit a dombi szakmája felé törekedtél. Volt egy... Ezt örökítsük meg, ezt a képet. A húsipar? Jó. Gyerekek! Ilyet még nem láttatok, Kárász Robi, diák humorista, mi az, hogy meg, nem mutasd meg, annál inkább mutatom meg, diák humorista, nem tudom, versenyzőként a közösségi, valamelyik közösségi televízió vendége volt 1986-ban. Tessék parancsolni. Nem. Jesszusom! Aha. A sapka sokatok. Gyurikány! Láttatok ki már ilyet? Ez nekem a zsebpénzem, mert én egy nap alatt megkeresek annyit, amennyit a büdös rombikaitokkal piszmogva egy hónap alatt, ha összehoztok. Jó, jegyezzétek meg, csúrikány, nem hülye gyerek a Géza. Persze, nem tudnák ennyit összehozni, ha nem maszekolni, meg ha nem külföldről gyűjtem volna, de azt hiszem ez látszik a sapkámon is. Én egyedül maszekolok. Nem mondhassátok, hogy bárkit is kizsákmányolnák. Egy személyes cég. Én vagyok a cégnél a főállású mozgalmi aktivista gárda, a feldúzasztott mozgalmi létszám, a rejtett munkaerőfölösleg, a lógósok, meg az üzemi szolgák. Ezeknek a jövedelmét is én markolom fel. Attól van annyi, amennyi van. Csúrikáj! Sokat tudnék én még mesélni nektek a dolgokról. Ebből is tisztán láthassátok, hogy nem hülye gyerek a Géza. Ez komoly!
most ezt itt nagyjából egy percben láthattátok, ez 2:30 volt. Robi, nagyon-nagyon gondos... De legalább 10-nek tűnt. Én egy kicsit igen. jobban aggódtam, hogy valami pikáns dolog nem, nem, is nem. Tűnt elő. De tényleg, túléltétek, igen. Hogy nagyon gondos munka előzte meg azt, hogy tényleg ne legyen benne egyetlen poén sem? Én végignéztem, nem volt. Tehát... Hagyj védjen már meg a Robit! Ez egy stílus paródia akartam. Na, érdekel, ez egy műfaj. Amit én levettem belőle, itt megjelentett egy korszakot, egy művezetőt, egy szakmunkás bajuszt, egy semmivel nem magyarázható sapkát. Jaj, de jó, hogy itt van. És itt feltétlenül a figura igen, volt a igen, poén. Igen, abszolút, a karakter volt. Gyereke, egy kis verbális poén se tette volna tönkre a kompozíciót, az igaz? De itt most maga a figura volt. De, nem is ért, de köszönöm, egyébként ezek a szavak jól esnek. Szívesen. Ugye 1986-ban történt mindez. Én... A vicc fogalmat már kitalálták akkor. Én örülök, hogy anyukám még az Egerszegit mutatták be, és nem igen. a Robit. De annyira édes, egy éves voltam akkor, képzeld el, mi lettem volna. De mindannyiunk, amikor régi felvételeket nézzük, akkor mindannyiunk egy picit behúzzuk magunkat. De ott is, hogy kicsit úgy lefele nézett mindig. Ez úgy volt, hogy Pécset, ugye én akkor szakközépiskolás voltam, gimnazista, és ez meghirdették... Tehát ez iskola ruhád? És akkor a Dunántúli naplóba közzé tettek egy hirdetést, hogy elindítják Pécset az úgynevezett diákkabarét. És ehhez kértek be pályaműveket, tehát ilyen vicces jeleneteket. Nem én írtam, hanem beérkeztek ilyen pályaművek. Azt egy zsűri elbírálta, hogy kik lesznek a győztesek. Hogy kellett volna indulnod. És ehhez kerestek tehetséges embereket. És csak a Robi jelentkezett. Akkor nem az ő hibájuk, hogy nem találtak. És miután senki nem jelentkezett, mondták, hogy gyere te, hát akkor te. Tulajdonképpen mi is így kezdtük. És... De várjatok, és akkor annyi volt, hogy ugye volt 5-6 ilyen kiértéket, nagyon klassz pályam, amikor elolvasva tényleg nagyon viccesnek tűnt, ez. De mondom, elolvasva. Ez le, csak leírva. Ez... Igen, ez hidd el viccesebb azért. Sapka nélkül leírva igen, vicces. Igen. Ez ha le lenne írva, megpróbálnám előadni, felgegelni, jó összerakni. Lenne, jó lenne. Legközelebb csináljuk meg. Gabi, neked mondom, akkor te figyelsz rá. Én is figyelek. Én védtelek meg először, csak mondanám. Neked is vagy, nektek mondom. Ezzel jártuk mi abban a 80-as években, az országot nagyon nagy sikerrel. Nem volt elég a kommunizmus, te még el. Ez nagyon komoly. Nagyon nagy sikere volt a pécsi diákkabarének, ennek később lett folytatása, és valami miatt abban már nem voltam benne. Azt nem tudom, hogy nem de tudom, van egy, hogy van egy érdekes visszatérő motivum a Robinál, hogy nagyon sikeres felfutása van, és utána mindig az van, hogy egy valahogy nem hívják vissza. A tinta patronosok. Tinta patron! És te ezt hol találtátok meg ezt a felvételt? Hát az internet. Hát az internet. Nem, nem frejt. Viszont... Porno oldalon kerestem olyat, hogy óriási szás és ez... Igen, regisztráltam. De igaza van. Egyébként szerintem ez tök nagy példa a gyerekeknek. Tehát képzeld el, aki 16 évesen csinál egy ilyet, ilyen kaliberét, mint te, és utána hogy pedig itt az átérőben a sajvezetőnek. Ha ilyet csinálsz, beszélgethetsz majd egyszer te is a főpolgármesterrel. És bár téged nem kérdeztek idolokról, de mondjuk a Gabiról is ugye tudva lévő, hogy azt hiszem, hogy te is színésznő akartál volna lenni, hogy te most például a titkon cserélnél a Dombival? Tehát a színpad az vonzana, ha lenne tehetséged is hozzá, nem? Nem. Nem. Tulajdonképpen ezt sem csinálnám. Ki akarna cserélni velem? Persze, mondj egy nyugodtan. Igen. Tulajdonképpen ezt sem csinálnám, hogyha nem kapnék érte sok pénzt. De ebben van valami havas, Henrikes, most már? Igen, de igen, igen. De igen. Most már most tényleg? Igen, akkor most már... elnézést kérek vissza. Gábor, mielőtt te berobbantál a német nyelvű Danubiusba, te mit csináltál közvetlen előtte? Én egyetemista voltam már alatta, vagy még alatta. Igen, tehát mert a Danubius, a német nyelvű Danubius ugye nyári kívüli, hónapokban neked volt. Neked médián kívüli munkád nem is volt sose? Nem. De tényleg semennyi? Tényleg az égi egy jócska paradicsom szedés, vagy bármi? Nem.
Nem, azokat kerültem. Te burokban éltél. Mindenféle. De hát, miért? Nem, a tehetség utat tör magának, mint ahogy a Robinál nem. De nem vagy te ennyire szennyel, ez, de jó. Ez ilyen egyszerű. Na jó, Tóth Gabiról fogunk beszélni nem sokára, mert ő kiposztolta a nagy boldogságát a Facebookra, az Instára, méghozzá azt, hogy eljegyezték egymást Krausz Gáborral, és miután kiposztolta, utána gyorsan a menedzsere posztolt szintén egyet, hogy az újságírók hagyják őket békén. Most ez egy érdekes kérdés, hogy nyilvánvalóan én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy a magán életünket tiszteljék a sajtó munkatársai, ugyanakkor, ha viszont kiteszem, kirakatba teszem, akkor miért vagyok felháborodva azon, hogyha érdeklődnek. Jó? Mindannyiunkat érint ez a téma, szerintem valamennyire. Jövünk vissza mindjárt egy pár perc múlva a reklám után. És már is itt vagyunk Krisztóf Évivel, Jakubcsek Gabival, Kárász Robival és Dombival. Szóval az eljegyzés az egy nagyon-nagyon boldog pillanat. Tóth Gabi eljegyezte, vagy eljegyezték őt, méghozzá Krausz Gábor, és egyből ki is tették az Instára, Facebookra a fotót, a boldogságukat, és több mint 10 000 lájkot kapott a poszt. A felirat vagy aláírás az így szól, a legbiztosabb igen, amit valaha mondhattam, mátkád lettem szerelmem. Na, de ami ezután történt, az érdekes, és majd ennek az értelmezésében kérném a segítségeteket, mert pár órán belül megjelent egy hivatalos poszt a menedzserük által posztolva, igen, és ebben ugye látjuk, hogy tisztelt újságírók és televíziós műsorszerkesztők, kérek szépen mindenkit, hogy ne hívogassák a jegyes párt ezen a csodálatos ünnepi napon, azért, mert közismertek, miért ne élhetnék meg kettesben és csendben ezeket a pillanatokat. Semmilyen megjelenéshez és fotó felhasználásához nem járulunk hozzá, a média munkatársainak a menedzsment holnap hétfőn 10-től biztosít telefonos információt, a rendelkezésükre fogok állni, ma még nem, csak az engedélyünkkel írhatnak róla. És ott van a hölgy, aki aláírta ezt. És tényleg nyilván tudjátok, hogy nem vagyok nagyon nagy híve a bulvársajtó kutakodásának a magánéletet illetően, de itt most nem tálcán kínálták a sztorit? Tehát ez nem egy másik történet? Nem. De. Nem? Nem. De? Szerintem ha nem. Megosztottak egy pillanatot az életük egyik fontos jelentő. De hol és kinek? Nem egy zárt csoportba, érted? Nem. Na jó, de az nem azt jelenti, hogy utána a sajtónak rád kell ugornia. Hát de hogy amikor pedig egy terméket árusítok ugyanezen az oldalon, és most nem rá vonatkozik bárkire, akkor meg azt vegye át bárki. A termék az más, pont azért egy boldog pillanat. Ezek összefüggenek. Hát. Azért ott az én kommentem az első. Aki követ engem, tudja, hogy én nagy troll vagyok. Azért írtam ennyit, hogy tiszta sor így kell. Nincs irónia smiley külön, hanem ugye... Igen, ez aki... ironikus volt, vagy nem? Ez ironikus. A részemről ironikus volt, és a menedzser vissza is írt. Hogy? Kedvesen egy ilyen mosolyjelet. Ő nem értette, amit én akartam mondani, semmi baj nincs ezzel. Itt nagyon egyszerű, nagyon profán magyarázata van ennek. Én bírom a Gabit is, meg a Verát is, tehát tökre jobban vagyunk. De nem, nem ők jegyesek, hanem a... A szakács úr. Tudom, ez még a médián kívüli világban is értelmezhető, köszönöm szépen. Viszont az a helyzet, hogy nagyon profán magyarázata van ennek. Ez ugye az Instagram, az ott a Facebook. Ez így már két sztori, ez így már két hír. Van egy info, amit kilökünk, annak van egy nagy elérése, utána meg van egy ilyen, légy szíves, senki ne piszkáljon, ne írogasson. Egyik kioltja a másikat, mivel ennek semmi értelme nincsen, ezért a leglogikusabb magyarázatot kell feltételeznem, ne haragudjatok, kalambóra alszok el mostanában, hogy a kettő anyag elérése ez összeadódik, és utána már lehet mutatni a menedzsmentnek, hiszen ő is influencer tevékenységet folytat. A harmadik kép után már lehet mondani a Lipton Teás cégnek, hogy az utolsó két posztunkat megnézték 800 000-en. Ne. Semmi más ne, értelme pillanat, de nincs akkor, neki. Akkor valóban én bocsátom a magánéletemet áruba, nem? Igen. Gyerekek, az, hogy kirakom az oldalra és megnézik 500 000-en, az nehogy már az legyen a baj, hogy mondjuk egy újság print média lehozza 20 000-es példányszámba. Uh-huh. Hát érted? Ha megnézhetik a neten 500 000-en, akkor miért zavarna engem az, hogy egy újságba is lehozzák? Nem. Őket az zavarta, hogy azon elkezdett csörögni a telefonjuk. Tehát ugye a menedzsment azt mondta, hogy ez a szép nap. De nem zavar senkit ilyenkor ez. Magadat a piacra. Azzal kapcsolatban, hogy mostantól kezdve történt valami az életemben, amiről úgy is írni fognak. Miért nem tartotta meg magának, nem mondja el senkinek, és ma nem tudunk róla, hogy vele ez történik. Szóval aznap, amikor ezt kirakta, akkor épp nem foglalkozott azzal a kedves fiúval, akivel aznap kellett volna foglalkozni. Igen, ez egy érdekes kérdés. Addig, amíg ez a kör lefutott aznap,
Az nem egy perc volt, mert ez a fotó az nem egy elkapott pillanat volt, ez egy nagyon szép fotó. Ez egy nagyon szép igen. fotó. Szerintetek igen. nem lehet megosztani egy gyönyörű pillanatot, de amit megéltek bárkivel, hogy nem, azt nem lássák, de, hogy Robi, nem ez a probléma. Anélkül, hogy azok, akik látják, ne érezzék azt a késztetést, hogy nekem most ezt az embert azon nyomban fel kell hívnom, és valamilyen mondatot ki kell belőle csikarnom. De akkor is van még egy gomba telefonodon, akkor ennyi erővel a kommentek is zavarhatják. Itt rengeteg kérdés van. Egy pillanat. A kommentek is zavarhatják. Rengeteg kérdés van, amit ti most elmondtatok. Először is, ugye nyilvánvalóan, hogyha van egy eljegyzésem, akkor az még belefő, csinálok egy selfit, hogy legyen egy emlékem erről. Kezdesz azzal szórakozni aznap, na, hogy a menedzsereddel de pontosan, tehát hogy miért rakom ki, ugye az egy pár perces meló. Miért nem viszem el majd az Ofotért, kinagyítom, bekereteztetem, és ott lesz majd a hálószobám. Tehát, hogy elvileg az emlékfotó arra kéne, hogy készüljön. Sok ebből érzik a történet. Még nekem is van menedzserem, mi ezeket a dolgokat egyeztetni szoktuk. Nincs olyan, hogy a menedzser egy órával később máshogy. Az eljegyzéseidet egyezteted a menedzserrel? Nem az eljegyzéseidet, az olyan posztokat, ami uram, bocsánat, ilyen nagyobb mérföldkő, igen. új műsor, vagy bármi, tudod? Igen. Ezeket meg szoktuk beszélni. Van, képzeld el. Hát ez a különbség kettőtök között, többek között. Van, aki a sajtó, kell aki a... egy. Kellene, bizony. Annyi, hogy ott ül melletted egy rögtön, felé. Annyi, hogy nem mutatjuk meg neki ezt a felvételt, jó? Mert aki ezt meglátja utána. Szóval szerintem egy picit álszennek érzem ezt az egész sztorit. Nem ahogy ő csinálja, a boldogságának nagyon örülök, de ha kirakom, és mindenkinek a gratulációját elfogadom, akkor miért zavarna engem, hogy a Blikk is felhív? Na, érted? Azért, mert nem azért rakod ki, de akkor, hogy, de ne, hogy de mindenki nincs, felhívjon. De ne viccelj mert már. Csak szeretnéd megosztani ezt az örömödet, de mindenkivel csak szeretnéd gratulálni. Bocsánat, de akkor tedd be a családi Viber csoportba, a másik, de és én nem róluk beszélek, ez egy szerintem egy általános probléma szerintem, hogy ha valamikor nem írnak valakiről, akkor érdemes teherbe esni, elválni egyébként, mert ezek nagyon nagy hírverések. Igen. Tehát 3 nap Blikk címlap, 470 000 új követő, és ez erről szól, mert utána jön a Lipton és a mindenki, mert szeretnék venni tőled valamit. Tehát hogy szerintem kiteszed magadat a plénum elé ilyen dologgal, akkor ne mondd már azt, hogy ne mondd, a Blikk ne hívjon már föl. Hát pontosan erről de bár, szól. De már mondanám, hogyha az újság lehoz egy képet rólad, és hogyha te egy interjút adsz az újságnak, az technikailag ugyanolyan megosztás, mint egy poszt. Tudod? Uh-huh. Poszt, régi néven cikk. A menedzser ugye azt mondta, hogy nem járulok, tehát ahhoz se jár hozzá, hogy a hírt lehozzák. Na most ez egy érdekes dolog, a hírt önmagában le tudod tiltani? Nem. Mert nyilván a fotót le tudod tiltani. A social media térnyerése óta ez az egész irreleváns, teljesen lényegtelen. De a legjobb dolog, és ezt csak így üzenném, aki nincs ebben a történetben annyira benne, ha a Blikk, vagy a Bors, vagy bármelyik sóbors cukor megosztja a te Instagramodat, az millió egy követőt hoz még. Tehát persze. Örülj neki, hogy megosztja, beteszi. Itt hát valószínűleg egyébként a Dobi első verziója az ez igaz. Ez egy koncepciózus dolog volt. És ezzel semmi baj, csak ne ássunk be mögé más szerintem. Igen, jó, akkor koncepciózus dolog, rendben van, ezek remekül felépítették, iszonyatos sakkozók ezen a médiatáblán, remek, szuper. Miért zavarja őket, hogy csörög a telefon? Hát miért nem kapcsolja ki a telefonját, ha éppen csókolózik a új gyűrűjével és a párjával? Nem zavarja őket. Sokkal nagyobb érdeklődést lehet generálni egy ilyen hagyjatok békén igen. típusú poszttal. Most kiírnád azt, hogy Bocskor Gábor vagyok, igen, most válok el, hívjon mindenki, minden kérdésre válaszolok. Minden kérdésre válaszolok. Ez műfajilag úgy lenne. Jó. Gábor. Na. Senki kutya nem hívna. Nem hívna. Senki nem hívna. Mi az, hogy lehet? Mi az, hogy megtehetem? Nem, én majd kutakodok, én majd megyek aknamunkára. Igen. Gondolom. Tényleg, gondolom. Most te ismered azért, hogy működnek ezek igen. a dolgok. Én ezt kérdezem, én most váltam el, és azért hívjatok! Én egy ilyet kitennék. Senki nem hívna fel. Nem mondod. Ugye? Hát de miért? De próbáljuk már ki. Na, hát majd én megosztom az oldalom, hogy a Gábort hívjátok ezen a számon. De akkor csavarjunk ezen még egyet, ha Dominik igaza van. Nem vagyok a menedzser, de néhány lájkot hozhat a Gábor az oldalam, engem nem zavar. Ha Dominak igaza van, már pedig sanszos, hogy igaza van, az egy remek ötlet, de az biztos, hogy én azon a napon, amikor az nekem ilyen fontos nap, akkor bocsátanám áruba? Simán lehet, hogy egy nappal előtte történt az eljegyzés. Vagy egy héttel. Ennyi médiahek mindig belefér. Nem hiszem el, az biztos, hogy nem igaz, anélkül, hogy tudnám. Nem, ez hogy... egy szép fotó. Az fotó ez szép, és a dolog is szép, és az eljegyzés is szép, és gratulálok, de nem hiszem, hogy ez úgy történt, hogy felhúzta az ujjára a gyűrűt a srác, ő meg a másik kezében már kiposztolta, mert ugye egy kezese be lehet a telefonot. Nem, azt mondta, hogy várja, erre a kezemre húz, mert ezzel tartom. Ez már azért ti is túlzásokba estek.
igenis van az a pillanat, mint például egy eljegyzés, amire azt mondod két perc múlva, hogy megtörtént, hogy gyere, rakjunk ki az oldalunkra egy ilyen csodálatos fotót. Ez mind az összes elmélet. Te még a teletextre írtad ki. Mi? Te még a teletextre írtad ki. Jó, figyelj, nekem tényleg van 100 követőm összvisz, de az van. De az az előbb beszéltünk arról, hogy ugye miért nem nyomják ki a telefont, miért veszik fel egyáltalán. Ti hogy kezelitek egyébként az újságírókat? Nálunk ugye van egy furcsa szokás, és ez talán külföldön annyira nem így működik, hogy az újságírók valamilyen úton, módon megszerzik a te magántelefonszámodat, és feljogosítva érzik magukat, akár van menedzsere, tehát egy szűrőprogramod, akár nincs, feljogosítva érzik magukat, hogy téged közvetlenül hívjanak. Ez baromi idegesítő tud lenni, mert a Szilágyi János, aki nemrég volt ugye a vendégedő, azt mondta, hogy bármikor, amikor ő hívja egy olyan számot, hogy nem ismer, fölveszi, és hogyha azt mondják, hogy itt olyan Bliktől vagyok, vagy a Bostól vagyok, k***va anyád, és kinyomja a telefon. Ez a Szilágyi. Szilágyi János a... Uh-huh. Nem aki annak idején beszélgető műsorokat csinált kedvesen? Igen. Szóval, hogy ti hogy kezelitek ezt? Szívesen nyilatkozgattok, mindent elmondtok, felhívnak benneteket, hogy mit szóltok ahhoz, hogy nem tudom, cunami volt, vagy, tehát mindez, vagy hárítotok valamilyen módon? Mondhatom? Persze. Uh-huh. Én alapjáraton abból építkezek, hogy ez egy kölcsönös egymásra utaltság. Tehát én tiszteletbe tartom a sajtót, a bulvár is mindig tiszteletbe tartott engem, én abból indulok ki, hogy nem akarnak velem kicseszni. Ezáltal van egy jó kis laza együttműködés közöttünk. És még soha nem csináltak olyat, tehát soha nem okoztak kárt. Ebből kiindulva, én azt mondom, hogy ha valami releváns információt tudok adni, ami megszólaltatnak egy témával kapcsolatban, akkor én szívesen nyilatkozok, és nagyrészt el is küldik megnézésre, jóvá lehet hagyni. Én még csak ilyennel találkoztam. Uh-huh, okay. Szerintem Magyarországon a menedzser fogalma az egy teljesen speciális dolog. Ez egy pici ország, ahol a telefonszámok elérhetőek, az utcák beazonosíthatóak, az emberek az utcán a különböző áruházakba találkoznak egymással. Egy menedzsernek más a dolga. Ha egy újságíró téged el akar érni, akkor egy 30 másodperc alatt kideríti a telefonszámodat. Teljesen felesleges valakin keresztül ezt eljátszani, hogy ő felhív. Vannak ügyek, amiket érdemes mederbe terelni, uh-huh. és ehhez kell egy menedzser, de ez nem egy ügy, ez egy privát dolog. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon mindenki megteheti azt, hogy szervusz, a Bliktől hívnak, most sajnos nekem nem alkalmas, de hétfőtől rendelkezésre állok. Ha pedig abban az ügyben, akkor keresd az X-et. Hát igen, nem? Csak hát mit tudom én... Nem kell ezt túl de most tök őszintén, és hát azért tudjuk, hogy milyen észkombánok dolgoznak esetleg ilyen szerkesztőségében. Mi lehet az most az ezzel, újságírói... Most mit akarsz mondani? Hát azt, hogy gyakorlatilag aki beesik az utcáról, már újságot ír. Ezt akarom mondani. Jó. Sokkal nagyobb baj az, hogy nem cikkeket írnak, hanem megészik a Facebook oldalainkat, hírt. És abból írja. Na de most komolyan, tehát tegyük fel, te eljegyezted a Tóth Gabit, Robi. Kit? Csak hogy meg tudjuk. Én voltam a kép. Nem, tegyük fel. Amíg nincs poszt, nem hiszem el. Tehát, hogy próbáljuk beleérezni magunkat, hogy mit lehet kérdezni. Őszintén. Tehát mi az értelmes kérdés? Boldog vagy? Mennyiben volt a gyűrű? De hát persze, hogy boldog. Most te tényleg ennyire játszod a naívot, nem, hogy mit lehetne ilyenkor kérdezni? Nem elkérdezi tőle, hogy kész. Tehát, hogy mennyire volt romantikus. Igen. Milyen körülmények közt tölt. Néhány obligált kérdés jön ilyenkor. Mikor tervezitek az esküvőt? Mikor lesz baba? Igen, de tényleg a médiában dolgoztál mindig. Hát csodálkozom, hogy neked ezek teljesen adekvált kérdések. Ezt jutott, hogy neki nem jut eszébe ilyen egyszerű. Nem, neked a tarlós megoldotta a riporthelyzetedet, mert amúgy tök unalmas lett volna az egész. Nem, ezek rossz. Amúgy át rossz... is veszem, ezentúl ányszor beleülök ebbe a fotelbe, mindig ezzel kezdtem az első másfél percet, milyen kényelmet ez a fotel. Nem, ezek sablonos álkérdések, valljuk be. És ebből igazán nem születik hír a hír az, hogy eljegyezik. A téma sem annyira különös. Nem? Eljegyezte egymás két ember, Istenem. Ez tök jó, figyelj. Csak azért legyünk tisztában, hogy azért ezek az újságokat akkor is megveszi 30-40-50 ezer ember, és őket érdekli, hogy kívánni van. Szeretnek rajongani, a nézők, olvasók rajongani akarnak. Szerintem ezt nem szabad elvenni. Én nyilván, amíg úsztam, senki nem kérdezett tőlem semmit. De hát hány métert úsztál, hogy sikerült, hogy nem sikerült. De az figyelj, és akkor
amióta rájöttek, hogy például velem lehet értelmesebben is beszélgetni, mint hogy hány fürdőruhát viszel magaddal az úszóversenyre. Ez az én kérdésem volt? Nem, egyébként, de akár lehetett volna egy reggeli műsori kérdés. Klóros a víz, csókolom. De szerintem, hogyha intelligensen fogadod őket is, és megpróbálod elmondani nekik, hogy ezt a helyzetet tegyék. Emlékszel? Igen. Most mélyedünk bele. Ott ő már úszik. Szóval szerintem, hogyha intelligensen, hogy a Gabi is mondod, ne haragudj, most nem érek rá. Vagy figyelj, írd meg a cikket és küldd vissza jóváhagyásra, mert az engedély nélkül nem mehet ki, akkor igazából ez egy jól működhető kapcsolat, és oda-vissza csatol, mert ugyanis írnak rólad, te pedig meg tudod védeni. Mi másról adnál szívesen három mondatot, ha nem a jó hírről, gyerekek? Hát persze. Az egész nem, arról csak... szól, hogy nem akarjuk, hogy kutakodjanak abba, ami fáj. Na de ami jó. Arról miért nem tudsz három mondatot mondani? Ebben teljesen igazad van. Miért nem tudsz három mondatot mondani? Egyébként én pont az úszókat csodáltam, most megnéztem direkt több ilyen úszónyilatkozatot. Az, amikor... De unalmas életed lehet. Szalmas éneket is van. Mikor van az a pillanat, amikor te úszónyilatkozatokat nézel? Mert tudtam, hogy az Évi jön a műsorba, és meg akartam nézni, hogyha ő kijön ilyen csatakosan és csöpögősen a vízből. Csatakosan. Tehát amikor az Évi ilyen, és az óra alá kerül egy mikrofonszivacs, hogy akkor mit kérdeznek tőle? Erre voltam... Ugyanazt mindig szerintem. Ugyanaz a 10 mondat. Mi az? Mikor jön a baba? Nincsenek kérdések. Nagyon fárasztó volt. Így van. Hogy érezted, hogy nem? Hol a kérdés? Hogy érezted? Igen, hogy érezted? Tehát tőled is ő lesz kérdezik mindig, nem? Érted, második lettél, érted, te vagy a legnagyobb lúzer ebből a 8 emberből, tehát hogy érzed magad? Nagyon rosszul, mi nem jött össze? Hát ha tudnám, akkor nyertem volna. Tehát, de mindannyiunktól ugyanazokat kérdezik. Tehát annyira 10 kérdés van, hogy soha nem fognak tőled az emberek megismerni. Tőled is azt kérdezik mindig, mi lesz a rádió után, ugye? Mindig, 8 évente mindig ezt kérdezik. Nem, most azt kérdezik, hogy ezt a rádióval, tehát... Van után, előtt, mindjárt ugyanazt kérdezik, látod, körülbelül... Látod, ez a műsor neked viszont azért jó, mert ez a kártyára leírnak információkat, felolvasod, és mi meg... Na most ellentétben a te humorista kísérleteiddel ezeket én írom, illetve a szerkesztővel segítettem. Csak azért mondom, nem kell kérdezned, nem, tehát... hanem mi elmondjuk... Amennyiben neked megírták volna a frappáns reakciódat tarlós kényelmetlenségére, akkor lehet, hogy tudtad volna kezelni a reggeli műsort. Na jó! Na, a Notre Dame-i tűzesetről beszéltünk a múlt héten. De várj, most mi lehet ennek viszont... a történetnek? A vége. Ennek nincs vége. Az, hogy váltunk ennek most. Nincs vége. Tehát most nincs vége. Az a vége, nincs vége. Még mindig együtt vannak. Tehát, hogy a Notre Dame-i tűzesetnek, amivel ugye múlt héten foglalkoztunk, van most egy ilyen érdekes és soha nem látott összeurópai összefogás része is, mert ugye az újraépítés megsegítésére rengetegen ajánlottak fel különböző segítségeket. Magánemberek, országok, egyházmegyék, cégek próbálják kivenni, vagy igyekeznek kivenni a részüket a felújításból, és ilyenkor, amikor óriási a közadakodás, akkor ugye mindig felüti a fejét egy másik jelenség is. Erről beszéljünk majd. Posztok és kommentek ezrei lepi el a világhálót, hogy mi mindenre lehetne elkölteni még ezt a pénzt. És most is ez történt. Nézzünk meg egy párat. Itt van például, ez egy gondolat, választhatok, valamint mindenki véleményezze, 750 millió euró alig 24 óra alatt pikpak, valamint végtelenül kihasznált emberek millióinak kilátástalansága évtizedek óta. Iszonyatos ez az összeg 100 évig segítene éhező gyermekeken. Nos, itt hallom azt, hogy jogos. Itt ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy egyrészt nincs 100 évig segítene éhező gyerekeken, hány gyereken, hol, milyen gyereken, stb. Ez az összeg. Ez egy durván kisarkított demagógia. Most tehát megnézném, hogy az emberek, akik erre odaírják, hogy ez az jogos, tényleg nehogy már egy rohadt épület legyen fontosabb az ember életnél. Hogy azok adakoztak-e valaha valamire is? Igen, de ez egy valós dilemma? Mert ha... nem. Így nem. Nekem, így nem. Abszolút nem, igaza van nem. A zombinak. Szerintem. Csak így nem, azt mondom. A jó, és hogyha nem. Most elvonatkoztatunk a Notre Dame-tól, és mondjuk azt nézzük, hogy mire költünk pénzeket, amikor a másik oldalon ilyen és ilyen emberek és dolgok szenvednek hiányt. Hadd mondjak erre egy példát, mert a reggeli műsorban nagyon sokszor találkozunk ezzel a párhuzammal, ami szerintem demagógia.
bejön az ellenzéki politikus, és azt mondja, minek építenek Magyarországon stadionokat, amikor ilyen helyzetben van az egészségügy. Miért nem építenek kórházat? Ez a klasszikus. A kettőnek szerintem semmi köze nincs egymáshoz. Semmi. Tényleg. Érted? És az is durva, hogy már szinte minden helyet kórházat akarunk. Tényleg. Ez egy... Nem, rakják, de nem. Ez is egy kártya, amit előhúznak mindenre. Rakják rendbe az egészségügyet. Miért nem kórház? Az egy dolog, az egy terület, azt lehet mondani, hogy kérem szépen, nem jó minden ott az egészségügy területén, rendbe kell tenni, de azzal jönni ellenpéldaként, hogy bezzeg stadionok épülnek. Szerintem semmi köze nincs az egy... Nagyon jó hangzatos, ugye a párhuzam, vagy a párhuzam, de szerintem hát ez igen, is de az ellenérvelők azt mondják, hogy amíg viszont éhező és szegény emberek vannak Afrikában, vagy nem tudom, Ázsiában, addig mi nem tehetjük meg morálisan azt, hogy mit tudom én, autópályákat építünk, újabb színházakat húzunk fel. De ki az a baj, aki... hogy adakoznak most a Notre Dame leégés? Igen. Ez a baj, hogy miért arra adnak, miért nem adnak. Ebben az esetben igen, de hát ezt most bővítjük ezt de a kérdéskört. Ki az, aki, és mi hogy veszi a bátorságot az a valaki, hogy én bennem keltsen lelkiismeret furdalást? Most egy francia milliárdos igen, most... felajánlott rögtön egy rakáslóvét, amit nem, semmiképp nem adott volna az etiópoknak, se nem nekünk. Ez megint csak felesleges hangulatkeltés így ebben a formájában. Uh-huh. És hogyha nem kimondottan az adakozásra, hanem egyébként országok költésére gondolunk, hogy megint költenek valami, megint fölhúznak egy felhőkarcot, megint bővítik az autópályát, de ott még mindig naponta nem tudom hány ezer gyerek hal meg, ez nem egy reális, morális dilemma? Szerintem azért a Notre Dame még azt azért vegyük figyelembe, hogy 8,5 órán keresztül élő adásban közvetítve nézed azt, hogy valami leég. Tehát ha 8,5 órán keresztül éhező gyerekeket, és úgy, hogy látom, hogy meghal, és tehát az, ami az egészhez kell, én nem gondolom, hogy ugyanennyi pénz nem gyűlne össze nekik is. Igen, próbálják ki, vonuljanak ki, hogy figyelj, én végignéz, kocsikkal. Én majdnem végignéztem, nem, nyilván már hajnam, amikor már nem égett semmi, nem néztem, de én is majdnem végignéztem. Tehát ez egy érzelmi kérdés, te ezt láttad, te európai vagy, lángol a Notre Dame. Nem, az egész világ látta. Az egész világ látta, 8 órán keresztül viszont látsz egy régi 1982-es fényképet egy éhező etió gyerekről, egy pillanatra. De ugyanígy megmozdult a világ, amikor az etióp szekénységről volt, amikor a vízhiányról volt szó. Tehát ha beindul egy jó kampány, és ez is egy kampány, igazán. Akkor igenis meg lehet mozdítani pénzeket, embereket, lelkeket. És azért, hogy most mondjam, na, tehát azért ez egy fura kampány, tehát ennek ne örüljünk, majd leégett egy épületet. Az lett volna a legjobb, hogyha nem ég le. Tehát ezzel mit, senki nem foglalkozna. Igen, de csak... ott is dohányoznak a melósok. Na. Igen. Hát ez egy elcigivel ilyen nem történik meg. Reális felvetése az, hogy addig nem építünk semmit, nem lövünk fel semmit, nem bővítünk színházakat, stb. Iskolákat, amíg Afrikában éheznek. Mi, mint a nyugati gazdaság és társadalom morális gondolkodói. Ez így nem. Hát tényleg bénuljon meg a világ összes többi része, ez így rendben van. Egyébként nem tudom, miért csak nem fejlődne. Amíg ott nem fejlődik fel. A népesség itt is növekszik. Valahova kell. Gondoljatok bele, hát ez majdnem olyan, hogy az egyik helyen sok a csapadék, a másik helyen meg nincs csapadék. És akkor most igazságtalanul kezdjünk el kampányolni, hogy toljátok át a felhőket a másik oldalra. Gyerekek, hát a világ... Valahol van egy egyensúly, ami... Hát igen, ezt csak meg kell oldani. Várjatok, ezt meg kell oldani, ez nem kérdés. Ez erkölcsi kérdés az, hogy ezt meg kell oldani. De nem innen kell elvenni, hogy odarakjam, hanem úgy kell a dolgokat mozgatni, hogy az nem lehet kérdés, hogy ott éhezzenek. Egyébként a Notre Dame leégése előtt miért nem vettük évekig elő ezt a témát, hogy milyen mély szegénység van? Általában előveszik, tehát azért... De mindig valami ilyen esetben. Azért vannak ilyenek. Mondok neked más példát, ugye most azért Franciaországban is milyen sokan, vagy mennyire hangos a sajtó, hogy jó, mondják a szakemberek, hogy évek óta könyörögtek szakemberek, hogy a Notre Dame-ot fel kell újítani. Mert veszélyben van az épület, látod, akkor nem adakoztak. Érted? Tehát, hogy akkor mondjuk adakozhattak volna. Igen, volt az agytározónál is. Ezek figyelmetlenségek, óriási nagy figyelmetlenségek, amik életeket is követelhetnek. És igen, csak az emocionális érintettség az nyilvánvalóan attól is függ, hogy távol van valami, vagy közel. Igen. Nem? Tehát ez abszolút, egy nagyon-nagyon fontos számít, dolog. Így van, tehát ilyen fényképeket bevinni és mutatni, ami biztos, tehát az biztos, hogy sokkoló, mindenki számára sokkoló, de hogy miután megnézed és már lépsz tovább, hogy ez mikor jutna az eszedbe, hogy te küldjél valamilyen segélyszervezetnek pénzt, mert ez bármikor meg lenne a lehetőséged, így van egyébként, hogy küld az UNICEF-et akárkit, de nem teszed meg. Uh-huh. Mert egyébként az Évének ebben igaza van, hogy tényleg, vagy amit mondtatok, hogy valami fajta folytonosság kell, hogy
nézd, hogy lásd, hogy beléd égjenek ezek szó szerint, vagy átvitt értembe ezek a képsorok. Hát ez most beégett, az biztos. Ma most lenne felesleges 1 millió forintotok, amit eladakoznátok, azt mire költenétek? Én pontosan tudom, és sérül gyerekeknek iskolára. Magyarországon? Nem, Magyarországon. Magyarországon, tehát fontos, hogy lokális legyen is helybéli. Itt. Oké, Évi? Hát most ez hirtelen jött. Igazából nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy Magyarországra költeném. Uh-huh. Mert tehát te is itthon? Abszolút, tehát én is azt gondolom, hogy a saját környezetünket tegyük egy kicsit rendbe, és utána kikacsingathatunk. Uh-huh. Oké, Robi? Hát nálam szerintem elég egyértelmű, bár amit gondolhattok, én az biztos, hogy egy újabb munkai létrehozására fordítanám, ahol fogyatékkal élők dolgoztatnak. A Premier Kút Café? Igen, igen. És a Maci örökből fogadós dolog is, ami nagyon népszerű. Tehát Robi maga a jótékonyság. Én mindig a gyerekétkeztetési alapítványnak szoktam 1%-ot felajánlani meg, hogyha valami ilyen hasonló van. Itt szintén belföldön. És az ember tehát ha lenne, akkor mind a négyen belföldön, tehát nem lenne, inkább egy magyar iskolát újítanátok fel, vagy a gyermekkórháznak egy inkubátort vennétek, mint hogy Szomáliába elküldenétek a pénzt. Az mondjuk az UNICEF-en keresztül. Inkább? Ezt a nagyságrendet azt gondolom, hogy igen. Igen. Mi a Gabival még olyan 2006 tájékán csináltunk egy 6 részből álló sorozatot a Baptista Szeretett Szolgált segítségével. Jelképes örökbefogadásról volt szó, hogy külföldön élő árva, mély szegénységben élő gyerekeket lehetett patronálni. Havonta 3-4 ezer forinttal. 3 000 forinttal. És évek óta segítő családokat vittünk ki Kongóba, Indiába, Sri Lankára, Kambodzsába, Vietnába, Ukrajnába, hogy találkozzanak azok a szülők, magyar szülők, azokkal a külföldi kis árva szegény gyerekekkel, akiket havonta 3-4 ezer forinttal támogattak. Elvittük őket az adott kisgyerekhez. Akinek ez 1 éves tanfia volt. 1 év. Igen. És ez egy érdekes dolog, mert ugye pár ezer forintról volt szó, de maga a szembesülés, vagy a szembesítés, a találkozás, az valami egészen lenyűgöző mert volt. Akkor mégiscsak érdekes, hogy inkább egy inkubátorra költenél, és egyébként inkubátorok vannak, tehát valószínűleg a 26. mellé a 27-et vennéd meg, ahelyett, hogy 3000 forintból 1 éves oktatását biztosítanád egy igen, bangladesi gyereknek. Igen, de most mondtál egy 1 millió forintos összeget, tudod, és azt szerintem ez olyan uh-huh. nagyságrend, amiből már azt érzed, hogy a saját környezeteden, vagy a saját országodban van mit tenni, uh-huh. azért azt gondolom, de hogy akkor itt valami nagy dolgot tudsz létrehozni, vagy vásárolni, segíteni. Az embernek közelebbre húz a szíve, és ezzel nincs is semmi baj. Igen. Ezt látod. Tibi atya hívta fel megint a figyelmünket valamire, Lippai Marianna motivációs trénerre. Ugye a motivációs tréner Lippai Mariannának meghalt 9 éve az akkor 13 éves lánya. A hölgy ezután írt egy könyvet és előadásokat tart, valamint webshopot üzemeltet, erre az életeseményre építve. Tulajdonképpen az a pozitív életszemléletet akarja a saját megtapasztalásán keresztül közvetíteni. Tibi atyának aztán egy kép szúrt szemet a hölgy oldalán, és megmutatjuk ezt a képet, ez amúgy már lekerült egyébként. Itt látjátok őt, és Tibi atyát idézném ehhez a képhez. Kiment a temetőbe, csinált egy szelfit a lánya sírjával, motivációs sallangokat írt a kép fölé, és a poszt végére oda tette a webshopja linkjét, ahol brendje az Életkedv márkajelzésével ellátott bögréket lehet venni 3000 forintért. Megdöbbentő. Na most ezután a hölgy levette a képet, amit mondtam, és a család állítólag évek óta kérte, hogy ilyeneket ne csináljon, ezeket ne tegye ki, és aztán Tibi atya még egyszer megnyilvánult, azt mondja, a posztom után több családtagja, többek között a gyermek apja is rám írt, és legnagyobb meglepődésemre nem azért, hogy megfenyegessenek vagy az öklüket rázzák, hanem hogy köszönetüket fejezzék ki. Elmesélték, hogy évek óta könyörögnek Lippai Mariannának, tüntesse el ezt az ízléstelen, kegyeletsértő és halottgyalázó posztot a 320 ezer követővel rendelkező Facebookjáról. Azt egészen addig azonban nem volt hajlandó megtenni, amíg a cikket nem írtam meg róla. Na, mit gondoltok erről? Egy első nekifutása. Nekem volt vendégem a hölgy. Rögtön egy mentő mondat. Én azt gondolom, hogy valaki van, hogy beszűkül. Tehát, hogy annyira beszűkül egy problémába, hogy nem tudja, hogy mi a helyes, meg mi a nem helyes, hogy mi az ízléses, meg mi a nem ízléses. Mondanám ezt mindaddig, amíg nem mondtad azt, hogy egy bögre webshop van utána.
Igen, mert ő erre akkor azt mondta... mégse szűkült be annyira, hogy viszont ne legyen annyira jó ötlete, hogy egy bögre webshopot a végére rakja. Tehát nem tudom megmenteni ezt a történetet. A bögre webshopra aztán ő azt mondta, hogy véletlenül reflexből került a webshop linkje a temetői kép alá. Véletlenül reflex. Figyelj. Csodákat művel ez az internet. Na, ezt tudom nektek mondani. De az van egy alapban. Ki kell törölni a gyors tárazót mindig, a nálam is furcsa dolgok jönnek ki reflexből egyébként. Szóval az, hogy nyugodjon békében, ezt a szót, ezt valószínűleg ő is, ezt talán ő is tudja. Nyeljünk egy nagyot, jövünk vissza a reklám után. Egy motivációs tréner történetét szeretném elmondani. Lipai Mariannáról van szó, és az ő sztoriát tűzte Tollhegyre Tibi atya. Ugye a motivációs tréner Lipai Mariannának meghalt 9 éve az akkor 13 éves lánya. Itt látjátok őt, és Tibi atyát idézném ehhez a képhez. Kiment a temetőbe, csinált egy szelfit a lánya sírjával, és a poszt végére oda tette a webshopja linkjét. Én nekem van egy másik megközelítésem, ugye minden ember másképp dolgozza fel a gyászát. Nem lehet, próbálom a védelmében mondani, hogy neki ez a gyászának a feldolgozásához egy út. Hát akkor, hogyha ő azt gondolná, hogy ez egy helyes út, akkor valószínűleg nem távolította volna el, nem? Ezt a posztot. Ez a közfelháborodás az megijeszt, és ez már tényleg reflexzerű. Kicsit árnyalnám a képet. Nyilván, amit csinál, az elég dühítő, undorító, megbotránkoztató. Én megnézném azt, hogy hogyan reagáltam volna erre, hogyha nem születik meg az őt lehordó cikk, amiben egyfajta nézőpontba rakták az egészet. Uh-huh. Ugyanis azért mi nagyon nagy igazságosztók vagyunk ám. Tehát az emberek olyan kéretlen bírók, hogy megőrülsz. Tehát a Szabó Zsóf egyszer kirakott egy képet apukájával a temetőben, már ugye a sírral. Igen. És nem volt benne bögreárusítás, meg lájkvadászat, hanem kitette halottak napján. És azért ő is kapott ám durván, tehát azért bizonyos dolgokra mi magunk is beszűkülünk, nehogy már sírra fényképezkedsz, úristen, szoptatod a gyereket a McDonald'sba? Tehát, hogy annyira rárontunk mindenkire, tehát annyira rá akarjuk az igazunkat mindenkire tolni. Hogy... Tehát, hogyha ő egy ilyen életvitelbéli tanácsadó, és esetleg hasonló problémákkal is foglalkozik az előadásain, és csinál egy ilyen szelfit, önmagában nem baj, a webshop a baj. Én azt mondom, azt kell neki mondani, hogy légy szíves, ne árulj bögréket, meg ne mutass szelfit a gyerekeddel az interneten, de nem hordom el, és nem teszem a földdel azért egyenlővé. Mert azért minden bizonnyal bajban van. Tehát oké, lehet, hogy van üzleti érzéke, de nyilvánvalóan van egy kattanása, amit te beszűkült állapotnak hívtál, de nyilvánvalóan zizzent egyet, aki ilyet csinál. Egyiket ebben kísérül. Ugye most tényleg a felháborodó kommentelőket hagyjuk. Megmondom, a jó ízlés sérül ebben rettenetes módon. Tehát hadd szóljak egyszer, mindent lehet. Élni és élni hagyni. Én, ha valaki, akkor aztán ebben tényleg nagyon élharcos vagyok. De mindannyiunk jó ízlése sérül. Uh-huh. És ráadásul engem, tehát ahol nálam elveszett a történet végleg, az az ócska, elcseszett magyarázat. Ez a reflexzerű. Tehát azt is írhatta volna, hogy igen, közben rájöttem, hogy orbitális nagy baromságot csináltam. Elnézést kérek mindenkitől. És így a történetnek egyszer csak vége van. Ez a történet nem a gyerekről szól. Látsz egy képet, amin a közelében egy nagyon szép nő bepózolva mosolyog ránk, bíztatóan, előremutatóan. De ez nem arról szól, hogy ő... Ez nem a gondolatról szól, ez róla szól ez a kép. Tehát ez nem az érzéseiről szól, szerintem. Róla ez és a pénzszerzésről. És pénzszerzés. A bögréről, ami utána kijön. Az életkedv látte bögre, ami elég szarul hangzik. Az életkedv látte. Jó, tegyük fel. Hiába volt odaírva, hogy mosogatógépben is tisztítható, mert az is ott volt az előbb a képen, láttátok? Nem. Itt van, tessék. Motivációs bögre. Egy bögre engem arra motivál, hogy igyak. Az életkedvből. Az élet jó. Szép, és mosogatógépben is tisztítható. Akkor tegyük fel, Robi, a halálod után valakinek kedve... De figyelj, de szépen! Miért csinálunk egy Bocskor Kárász műsort? De most mondta... De tényleg, igen, meg ez van az évének, meg most mondta a Gabi, hogy a jó ízlésnek is van határa. Igen, de az én halálom. Mégis itt ülünk. De lehet, hogy akkor sokáig fogok élni, nem? Nem, viszont így van. Tehát most így legyen. A halálod után, ha valaki kedvet kap, egy Kárász webshopot üzemeltetni, akkor ott mit... Tudja fokozni. Én 2000... Nem?
mondtad, hogy... Hallod, én 2085-re most előrendelnék egy kárászbögrét. Jó? De mi lenne, a tarlóstól ideig eljutni, hogy ha meghalok majd, akkor kell-e valakinek egy kárászbögrét? 1000 lámpást egy kerti partira, vagy... Tehát, hogy valami... Ami úgy téged mégis méltat. Nem akarod kommentálni, látom. De kiadnánk a CD-det is. Én az előbb bemutatott mű alapján egy posztumusz Duma színház tagságot tudnék felajánlani. Ez jó. Na jó, szórakoztunk egy kicsit, és rákerestünk mindannyiunkra a Google-ban. Te jó, és most nem azt néztük, hogy... Engem már megtaláltatok. Tudom. és most nem azt néztük, hogy kire milyen találatot dob fel, hanem hogy a nevek beírása után milyen keresési opciókat ajánl fel, ami ugye nagyjából abból áll össze, hogy akik rátok kerestek, azok elsősorban milyen tematikában kerestek rátok. Darabkos. Ez kiadja a Google? Ez kiadja a Google. Na nézzük meg először a Gabit. Majd erre kerestek a legtöbben? Ez egy sorrend? Ez nyilvánvalóan egy sorrend. Tehát ott van, én ezzel nagyon meg vagyok elégedve. Facebook, ATV, gyerekei, unokája, könyv, életkora, Insta és Máté Gábor. Ez semmi botrány. Nem az, hogy botrány. De például miért, engem az érdekel, hogy miért keresnek rá például a fiaidra? Megmondom neked. Mert 20 évvel ezelőtt, amikor tomboló félben volt a bulvár sajtó, ugye akkor indult el a Best, a sztori, és nem tudom, akkor mindannyiunkra rászálltak, és az ne felejtsd, de 20 évvel fiatalabb is voltam, tehát állati izgalmas volt az én magánéletem is. Akkor én úgy döntöttem, hogy mert picik voltak a gyerekeim, hogy őket én ebből kiveszem. De nagyon drasztikusan kivettem, tehát az utolsó kép a fiaimról, az 15 évvel ezelőtti kép, és nyilván baromira izgatja az embereket, hogy azóta mi történt, és 15 évvel ezelőtti képek vannak már csak róluk mindenhol. És szerintem azért van ez. De ti azért csináltatok képeket róluk. De nem raktam ki sem a Facebookra, sem az Instára. Oké, könyv, oké, Máté Gábor. Az mindig egy ilyen örök klasszikus ez a mi szerelmünk, ez, vagy házasságunk, ez úgy látszik, hogy a mai napig izgatja, az embereket, hogy ez hogy van, pedig szerintem nyílt titok. És arról valami le van írva? Sem, ugyanaz, ami tehát mindenhol az akkori cikkek valahogy. Igen. Értem. Az interjúkból gondolom kivéve, tehát nem volt, és az is az utóbbi években hangzott el, tehát... Van olyan, amit itt csodálkozol? Nem, semmi. Na, nézzük meg a Risto Vévit. Na. Instagram London, TMC, olimpiai bajnok, Viki, 2018 anyja, párja, Ted, Egerszegi Krisztina. Egyébként a Wikipédiára azért keresnek, mert rengeteg előadás vagy ilyen kerekasztal beszélgetésre megyek, és honnan szedjen az alany rólam bármit összegyűjtve, és akkor mindig ott van előttük egy 10 oldalas Wikipédia, ahol le van írva a 4000 eredményem, amit mindig felolvasnak, úgyhogy a Wikipédiát azt most mondom, az hogy abszolút, biztos, hogy keresnek. Hát én nekem közöm nincs hozzá, nem. De egyébként tök aktuális. A párja az azért lehet, mert hogy semmit nem tudni, ugye? Tehát, mert hát most figyelj, hogyha én kitenném a páromat, levetkőznék mesternele, nekem is 150 ezer Instagram követőm lenne. Há, vagy lehet, hogy egy se. És ha csak a mesztelenség maradna, a párodat hagyjuk. Igen, hát arra mondtam, hogy egy se. Tehát, és a TED ugye ott egy előadást tartottál. Igen, ugye? A TEDx-en tartottam egy előadást, és az elmondások szerint nagyon jól sikerült. Tehát, de én nagyon büszke vagyok, hogy oda el is hívtak, mert azt gondolom, hogy a TEDx az a fiataloknak, ugye a 30 alatti előadók adhatnak elő, és ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy oda kiállhatsz. Nem megyünk, Robi. De egyébként ez amerikai... Lassan a TED2-n is túl vagyunk. Nincs olyan, hogy TED senior, vagy valami? És ugye Egerszegi Krisztina az vélhetően azért, mert ezt a sztorit, ezt gondolom, hogy... Ezt a sztorit, ezt mindenki szeretné látni, hallani, és hát ugye édesanyám, aki meg hát ugye a legfontosabb ember az életemben, pontosan azért, mert ha ő nincs, akkor én nem vagyok, ha ő nem ezzel támogat... Ezzel mindannyian így vagyunk egyébként. Igen. Márhogy a sajátunkkal. Igen, de igazából ő azért is, mert ugye a mi történetünkben a kezdetektől a londoni aranyig ő végig, meg hát a mai napig, de hogy... Jöjjön Kárász Robi. Na.
Kárász Robi, Kárász Robert felesége, Instagram, ATV. Újnő, régi nő. Újnő, régi nő. Csupa női. Alapítvány, kávézója, TV2, új barátnője, és volt felesége. Ez nagyon érdekes. Ez egy érdekes dolog, mert itt a nők körüli érdeklődés, ezt mi motiválhatja? Nem hogy tudom. Ők tudni akarják, hogy milyen volt a volt feleséged. Lehet, hogy azért, hogy most szabad-e, vagy nem, hogy néz ki? Szerinted honnan tudjam? Én az a típusú ember vagyok ráadásul, aki nem szokott soha senkire rákeresni, hogyha most ezt a szóval... Érdemes egyébként, hogyha ebben a szakmában dolgozol. Nem, Gabi? Megint ezzel megleptél. Nem értem, mert én a... Ők már ismeri, mert ő mindig bejön reggelenként. Én házmaga. Megint fonódik kőbányára a villamos, vagy minek köszönhetjük a látogatást? Jó, tényleg félrejtető volt. Nem úgy értem, nem hanem nekem ezek ugye magánéletre vonatkozó megnevezések, vagy kiegészítések. Én csak erre mondom, hogy én bennem ez nem lett volna meg soha, hogy például így keresek rá Bocskor Gáborra, hogy neki a felesége ki volt, vagy ki a barátnője, tehát ezeket nem ütöttem volna be. De elfogadom egyébként. De nálad is, rólam is van, igen. Na. Hát tudod, mi az érdekes? Inkább Gabi, neked mondom, mert te ilyen nagyon kedves, értelmes vagy az Évivel együtt. Az Évivel együtt. Hogy érted? Egyébként én ugye ebben a műsorban először vagyok veled, és tök jó humorod van. Én azt hittem, az Orosz Gyuri az jobb, de nem. De a Dominik is van jó. Azért látszik, hogy nem csak internetet, nem tévét se használsz. Több idő kell hozzám, de megérted. Hogy... könyve van. Köszönöm, nem is egy. Gratulálok. Amúgy azt akartam mondani, hogy milyen fura, hogy a lányaimra. Igen. Pedig ugye ők azért úgy helyek közel, úgy miattam úgy szerepeltek, de hogy hát az nem volt olyan érdekes. Igen. Hogy nálad a fiaid, igen. Ugye viszont igen. Abszolút, igen. Na jó, jöjjön Dombi. Dombi műsora, önálló estje, 2019, magassága, párja, Kisember nagy gondoljára, az ugye a könyve. Az előző önálló estem volt. Az önálló estem. Insta, könyvei, tesztbeszéd és félkövér. Félkövér az a könyvcím. Az a könyv volt, igen. Igen. Nem csak azért tudjátok, hogy az egy könyvcím. Nem sikerült eladni 3000 darabot. Várjál! Jó, tapsoljátok meg! Egy olyan szót mondok, amit soha nem fogsz hallani. Utánnyomás. Az egy nagyon szép szó. Igen. Na, mi az, ami meg... Miért érdekli az embereket ez a negyedik legtöbbször keresed? A magasságod. Én nagyon-nagyon sokszor megkapom azt élőbe, azt az óriási csalódottságot. Tudod, így lehet, így úgy néznek rám, hogy már azok kiegyeztek, hogy kövér vagyok, hanem így... Hogy ekkora vagy tényleg? Tehát így. Igen? És így valamikor, hogy megér. És van, aki így rendesen így. Volt egy olyan megrendelés, hogy visszatelefonáltak, lecsesztek, hogy miért nem szóltak, hogy a Dombóvári csak ekkora. De igen, mert ha tudjuk, rakunk alá valamit, mert a hátsó két sor nem látta. Volt egy ilyen. De tök érdekes, hogy a súlyodra nem keresett rá senki, de azt nem tudod elképzelni, hogy nők nézik, hogy passzolná hozzám a Dombi? Igen, ugye? Szerintem is. Nem, szerintem a megrendelők. Szerintem a megrendelők nézik a magasság, hogy olyan kérel jó a színpadon. Ez a pasi, és megnéznek még róla valamit. Így szokott ez lenni, hogy de jó fej, de jó humora van, de cuki, meg ekkora. És azonnal lekerülök touchra, nem tudom, de tényleg ez a legnagyobb meglepetés. Nem a testalkatom, nem a hangom, nem az, amit mondok, hanem ez szokott lenni, ez a valódi megdöbbenés. Ez tökéletes, nekem is érdekes és volt. Volt olyan, aki így rendesen egy mérges volt, hogy az ő maga tényleg csak ekkora? Nem hiszem el. Szinte számomra. Igen. És amikor mondtam neki, hogy ez attól függ, hogy mekkora tévéje van, akkor így rendesen így lehetett látni, hogy elgondolkodott. De veletek
neki ez nem történik, mert hogy az utcán valaki meglát élőbe, ezt akartam mondani. A magasak és azt meg, hogy és rögtön jön egy reflex, hogy mit gondolt rólad? Róla mit szoktak gondolni? Rólam azt, Debrecenben sétáltam a plázában a minap, és azt hittük, hogy ilyen vaskosabb. Vaskosabb? Igen. Évi rólad? Nekem még ilyet nem mondtad. Rólam igazából nem gondoltam, hogy ilyen magas vagy, meg hogy... Aha. Hát amióta tudok fodrászhoz járni, meg figyelek magamra, hogy hát magának milyen szép hosszú haja van. Hát mondom, sapkába, szemüvegbe jövök, nyilván fölismer. Nekem most legutoljára azt mondták az egyik élelmiszerboltban, Robi, te élőben ilyen szarul nézel ki. Neked, Gabi? Nekem mindig összeg, hogy maga mennyivel jobban néz ki élőben, mint a tévében. Ami nem jó hír. Nem, hát pedig nagyon sokat dolgoznak rajtam. Igen, nem, mert valaki tényleg a tévében képernyőn néz ki sokkal jobban, mint élőben, és aztán van a fordítottja. Én sosem néztem ki jó sminkbe. Én szeretlek nézni. Aranyos smink. Igen. Jöjjek én. Na, nézzük. Na, nézzük. Tessék, új rádió, ATV, lánya, önindító magassága, megint a magasságot. Dobókata, Insta és vagyona. Vagyon. Az nagyon érdekes. Én mondtam, hogy te gazdag vagy. Ott ül az ATM boly. Miért pont a dobókata van benne a listában? Igen, ez is tök érdekes. Miért a dobókata az összeset nem írhatták be, hát csak... Nagyon fura. Igen. Facebook, hát ugye egyértelmű, hogy nincs. Nincsen. Tehát, hogy hol... Nincs. Igen. Ez milyen az, aki a Google-on keres rá a Facebookra? Tehát érdekes, tehát, hogy... mert tényleg nem vagy Facebookon, és azért ma már, aki nincs Facebookon, az nincs. Te nem vagy Facebookon. De ez innen is látszik, hogy van, aki nincs Facebookon. De neki nem kell, hiszen egyetemista kora óta tévézik. Valami mindig lesz. Őt mindenki ismeri. Igen, és a vagyona. Hogy ez miért nálam merül fel? Tehát neked gazdag vagy. Hát nyilván azért rátettél. Igen, tehát hogy azt gondolod, hogy a viselkedésemből, az attitűdömből fakadóan én azt sejtettem. Ahogy minden reggel elmondtad, hogy ez is nyilalmész dolgozni, és ezt így az emberek erre keltek reggel, érted? Tehát hogy ez lehet az oka. Igen, ez is így, meg a Dani is azt mondta, hogy a Bocskor villában ő volt valaha. Így van. Igen, és akkor ez azt a képet eredményezi, hogy nekem borzalmas vagyonom van. Igen, igen. Hát nem, hát most akkor felkérném az ATV vezetőségét, hogy ezt a vagyont teremtsék meg, vizsgálják. Vagy legalább a felét. És ezzel köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Risto Évának, Jakub Cseh Gabinak, Kárász Robinak és Dombóvári Istvánnak. És most műsorváltozás. Direkt leírták nekem, tehát ezt most tényleg mások írták nekem. Mert hogy nem Jakub Cseh Gabival folytatódik most itt a műsorfolyam, hanem Vuj Trütko Túl minden határon című műsora következik, mert ő jó, viszontlátásra egy hét múlva jövünk újra.